a római egyezmény 11. cikkét, amely a gyülekezési és egyesülési szabadságról, illetve annak korlátozhatósága feltételeiről tartalmaz előírásokat, az 1976 évi 8-as törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 21. ülésszakán 1966. december 16-án elfogadott polgári és politikai jogok Nemzetközi Egyesség okmányának 22. cikkét, amely ugyancsak az egyesületi jogról és annak kereteiről szól. Egyesülési jogról. Vitatta, hogy a másodfokú bíróság helytállóan értékelte úgy a Magyar Gárda tagjainak alperesi egyesület tevékenységeként minősített cselekményeit, hogy azok a rendezvényekkel érintett településeken a közrendet és a köznyugalmat támadták, megsértve ezzel a rendezvényeken részt nem vevő lakók biztonsághoz és szabadsághoz való jogát. Vitatta azt, hogy a másodfokú bíróság által felsorolt körülményekre, a szónoklatok tartalmának, az egyenruha viselésének, az alakzatban vonulásnak, a vezényszavaknak, a köszönéseknek összhatására hivatkozással a véleménynyilvánítási, gyülekezési és egyesülési jog korlátozható. Állította, hogy a demonstrációk alatt nem állt fenn az erőszak közvetlen, egyéni jogok sérelmével fenyegető veszélye. Véleménye az volt, hogy a résztvevők sarkos megfogalmazásokkal, mondani valójukat külsőségekkel is megerősítve fontos társadalmi problémára, a szakirodalomból is ismert cigány bűnözésre, a magyar cigány együttélés gondjaira hívták fel a figyelmet a rendezvényeken. Utalt arra is, hogy Tatár-Szentgyörgyön és Faddon a közbiztonságot fenyegető bűnözés elleni, illetve az azzal szembeni fellépés érdekében kívántak szót emelni. Galgagyörgyön ugyanakkor az elégtelen rendőri intézkedés miatt kellett fellépniük egy helyi cigányság tagjai által fenyegetett magyar házaspár érdekében. Hangsúlyozta, a résztvevők konkrét jogsértést nem követtek el, azzal nem fenyegetőztek. Az erőszak közvetlen veszélyére a másodfokú bíróság álláspontjával ellentétben nem utalt az, hogy a Tatár-Szentgyörgyi rendezvény szervezője rendőri biztosítást kért. Ezt a gyülekezési törvény hatálya alatt álló gyűlése szokásos velejárójának tartotta. Sérelmezte az alperes elnökének az országos cigány önkormányzat elnöke részére szóló távolmaradásra vonatkozó felhívásának az erőszak veszélyének fennállását igazoló bizonyítékként való értékelését. Előadta azt is, hogy az erőszak közvetlen veszélyére az sem utal, ha egy rendezvény ellentüntetést gerjeszt, vagy ha az elhangzottak mások érzékenységét sértik esetleg. Vitatta, hogy az alapjogok korlátozhatósága tekintetében jogi jelentősége lehet a helyszínnek, a település méretének, a lakosság számának, továbbá, hogy a rendezvényekkel érintett községek lakói a foglyul ejtett közönség helyzetébe kerültek. Állította, hogy senki nem volt elzárva attól, hogy a házában maradjon és a demonstrációktól távol tartsa magát. A vonulások során amúgy sem hangzottak el beszédek. Hivatkozott arra is, hogy a gyülekezési és a véleménynyilvánítási jog természetéből fakad, hogy korlátozhatják a környéken lakók szabad mozgását, a zaj zavarhatja őket, az elhangzott vélemények tartalma felháboríthatja őket, ennek ellenére azt tűrni kötelesek. Az alperes kifejtette, a biztonsághoz és a szabadsághoz való jog is csak természetes személyhez kötődhet, így emiatt emberek vagy személy összességek jogaként nem értelmezhető.
az egyesülési törvény második paragrafus második bekezdés alkalmazására okot nem adhat annak megsértésére hivatkozással. Ahhoz a feloszlatás szankciója nem kapcsolódhat. Az alperes tagadta azt is, hogy a rendezvényeken elhangzottak kirekesztő, fajgyűlöletre utaló, a demokratikus rendet támadó, uszító, megfélemlítő kijelentéseket tartalmaztak. Érvelt azzal is, hogy egy demokratikus jogállamban megnyilvánuló, egymással szemben álló vélemények együtt járhatnak a köznyugalom megzavarásával, arra hivatkozással az alkotmányos alapjogok korlátozásának nincs helye. A közrend és a köznyugalom, valamint a biztonsághoz és a szabadsághoz való jog olyan általános jogi kategóriák, amelyek a hivatkozással az egyesület feloszlatásának nem lehet helye. Helyzetváltoztatás és mozgásszabadság tényleges és jogellenes korlátozása hiányában a szabadsághoz és a biztonsághoz való jog megsértését kizártnak tartotta. Az Alkotmánybíróság határozataiban kifejeződő jogértelmezésre utalva állította, hogy az alapjog más alapjog alkotmányos érték védelme érdekében korlátozható csak, annak szükségessége esetén. A korlátozásnak törvényes cél elérésére alkalmasnak és azzal arányosnak kell lennie. Az alperes kifejtette azt is, hogy az esetlegesen megállapításra kerülő, mások jogait sértő alperesi működés esetén is a feloszlatást aránytalan súlyú szankciónak tartja. Az egyesülési törvény 14. paragrafus első bekezdése értelmében törvényességi felügyeletet ellátó felperesnek ugyanis a fokozatosság elvét érvényesítve egyéb ügyészi eszközöket, például a felszólalást kellett volna igénybe vennie perindítás helyett. Az alperes a római egyezmény 11. cikkének megsértését az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára hivatkozással egy-egy eseti döntést is ismertetve kívánta bizonyítani. Állította, hogy az egyesülési jog absztrakt veszélyeztetés, illetve erőszakmentes párbeszéd mellett tartott rendezvények esetén nem korlátozható, amint az a Stankov és Iden Egyesült Macedónia kontra Bulgária, az Egyesült Kommunista Párt és mások Törökország elleni, a Szabadság és Demokrácia Párt Törökország elleni, a Szocialista Párt és mások Törökország, a Vajnai kontra Magyarország, a Radjó Polgárok Egyesülete, Pankovszki kontra Macedón Köztársaság ügyben hozott ítéletekből kitűnik. Összefoglalva jogi álláspontját, az alperes azt hangsúlyozta, hogy sem az egyesület, sem a tőle független mozgalom működése, sem absztrakt módon és elvi lehetőségként, sem konkrétan és reálisan nem járt és jár mások jogainak és szabadságának sérelmével, illetve olyan szintű sérelmével, amely a feloszlatást indokoltá tenné. Az alperes a másodlagos felhővizsgálati kérelmét a PP 253. paragrafus harmadik bekezdésének a másodfokú bíróság általi megsértését állítva indokolta. Álláspontja szerint arra irányuló fellebbezés hiányában nem volt helye az elsőfokú bírósági ítéletének indokolásával kifejtett azon jogi következtetés megváltoztatásának, hogy az érdemi döntés a mozgalomra nem terjedt ki. A felperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban fenntartását kérte. Hivatkozott arra, hogy a felülvizsgálati eljárás során nincs helye a bizonyítékok felülmérlegelésének. Előadta, hogy az alperes állításával ellentétben az eljárt bíróságok a bizonyítékok okszerű mérlegelésével állapították meg, hogy az alperes legfőbb tevékenysége a mozgalom létrehozása, működtetése, érdemi irányítása, pénzügyi